Első, amivel szeretnék kezdeni, ez az, hogy átérnék egy tegeződési üzemmódba, ha megengeditek. Az est végén visszamagázódunk, ha szeretnétek. De szeretném úgy érteni, hogy nem megsíteni szeretnék, hanem neked szeretnék szólni. Kifejezetten neked. Nem nektek, neked. Érzed a különbséget? Jó, köszönöm szépen. Ahhoz, hogy folytatni tudjam, amit elterveztem, megmondom őszintén, hogy egy jó nagyot módosítottam a témámon, mert ami most zajlott le a színpadon, hát, ez jeget tud törni. És szerintem az, ami ma történik, meg történni fog, ezután. Ez annyira fontos lesz, hogy nem fogod elvinni, de írd be magadnak, hogy erről, ami ma itt történik, oktatni fognak a suliban 10 év múlva. Jó? Ha nem érzed ezt, nem baj, de ha érzed, az nagyon jó. Nem fogom elfelejteni, egyszer jött egy barátom, aki egyébként Budapesten lakik, Budán, és mondta, hogy amikor 92-3-ban volt egy előadáson, ahol egy úriember mutatott egy ilyen óriási táskát egy nagy antennával. És azt mondta, hogy figyeljetek, ez a mobiltelefon, mindenkinek lesz egy ilyen. Hát kirőgték meg. Hazajött, meg emlékszem ezt a beszélgetést, és azt mondta, hogy ez hülye. Hát nem tudja, hogy vezetékes telefon már mindenhol ott van, azt tudjuk hívni egymást. Ugye megváltozott ez. Én örülök annak, hogy ez volt a pár év alatt, amit network marketingbe töltöttem, tudtam olyan emberekkel dolgozni, akik voltak ilyen helyzetben. És megtanítottam érezni ilyen dolgokat. Még egyszer mondom, ha nem a tiéd, nem baj. Érezd magad jó, úgyis. Úgyis lehet pénzt keresni, hogy nem hiszel abban, amit csinálsz, tudod? Itt csinálja a félvilág. 80% ember utálja a munkahelyét. 80% ember. Úgy kell fel reggel, hogy biztos kommunikálsz a vezetőkkel. Biztos ismersz egy vezetőt. Aki, ha beszélsz vele, elmagyarázza neked, hogy azért dolgozik network marketingben, mert szabadabb életet szeretne, több időt szeretne kapni, szabad idővel rendelkezni. De nincs neki. Nem azért, mert nem akarja, meg nem tudja megtenni, hanem azért, mert már nem tud enélkül élni. Én mindig azt próbálom eladni a feleségemnek ezt az ötletet, hogy figyelj, még pár év, és otthon maradok, meg jön a, tudod, ez a nagy vezetői passzív jövedelem, meg mind azt mondja, hogy most kinek hazud, nekem, magadnak, kinek? Te nem fogsz tudni leállni. És én mindig mondtam neki, hogy figyelj, de nem érted, hogy én mit csinálok. Én egy nap szépen leállok, és pihenni fogok, utazni fogok, nem fog előadni, nem fog más országokban utazni, partnerekkel találkozni. És képzeld el, hogy az Isten azt mondta, igen, akkor itt egy ilyen eset. És elvett tőlem mindent, amit csináltam addig. Network marketingről beszélünk. 75 csapat eltűnt, passzív jövedelem eltűnt, semmi. Figyelj, otthon tudtam maradni. Sőt, otthon is maradtam. És tudom, hogy többen vannak, hát többen ilyen 5-10 ember van itt, akivel beszéltünk már erről a témáról, de nem fogod elvinni, hogy én hogy örültem,
november 22-én egy évvel ezelőtt, hogy végre megint. Végre tudok utazni. Végre új emberek. Már nem tudsz enélkülni. Ez egy kábítószer. És most mondok valamit, amit nem biztos, hogy meg fogsz érteni. Igen. Tudod, hogy a perui az anyanyelven, nem? Rosszul beszélek magyarul. De most képzeld el azt, hogy nem a pénzért csináljuk. Azt mondtam, hogy mindig, amikor hallottam a nagy céges előadókat, 40, 30, 50 éves cégeknél, és akkor kiálltak itt nagy rendezvények, és mondták, hogy nem a pénzért sem, mondták, hát ez hazudik. Hát mi a francér akkor? És képzeld el, hogy elérsz egy ilyen szintet, amikor már nem mész be minden nap a webirodát, hogy mennyit kerestél. Nem tudod, hogy jön. Nem csak korod el a bankkártyádat, ami után vettél valamit, vagy vásároltál valamit, nem tudod, hogy van rajta. És beszéltünk a partnerekkel most a szünetben arról is, hogy mondták a partnerek, hogy hú, de jól érezzük itt magunkat. De ott akár nagyon jó, meg ilyen jó találkozni barátokkal, meg elbeszélgetünk. Olyan érzésünk van, hogy ilyen jól nem beszélgetünk el soha. Tudod miért? Mert nem aggódsz, hogy most ki fogja fizetni a kávét. De ugyanúgy igazam van. Megyünk egy céges vacsorára, szuper, de én nem tudok, mert dolgom van, meg vakarnom kell valamit. Nem azért nem mész, hanem azért, mert nincs rá pénzed. És most többen azt mondják, hogy hát ezek pénzéhesek, nem megyünk hozzájuk. Meg kell, hogy értsél, hogy igen, nem a pénzért csináljuk, de a pénz az eszköz, ami kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy te meg tud változni. És nem fogod elhinni, hogy hogy változik meg egy ember, akit 15-20 éve ismersz, nap mint nap találkozol vele, és amikor elér egy 20 000 dolláros havi forgalmat, meg kifizetést, te megváltozik. Ott volt melletted 20 évig, de nem tudtad, hogy olyan jó barát. Meg hogy olyanokat lehet dumálni vele órákon keresztül. Mert megnyílik az ember. Amikor rajta van az, hogy holnap költenem kell, nem tudom, hogy van-e, meg mi lesz, ha nem, jó hitel, svájci frank. Amikor ezek nincsenek a fejeden, akkor egy igaz emberré válsz. Ilyen kis szektás, mi? De követsz még? Jó. Na most beszélünk arról, hogy nem tudom, hogy észrevetted-e ma, hogy itt mindenki szereti a céget, meg mindenki szereti a network marketing részét, meg az IT, meg a pénzügy, meg ajándékok, telefonok, de nem láttál cégfanatikus őrültet. Ugye voltál más rendezvényeken, de ott vannak. Itt mi? Tudod miért? Mert könnyedén megy. És neki nem kell ezen gondolkodnia. De ma találkoztunk vezetőkkel egy más cégből, megtiszteltek azzal, hogy velünk kávéztak, teáztak, és képzeld el, hogy azért jöttek, mert a szomszédban volt egy semmi, és épp tudták, hogy itt vagyunk, és átjöttek hozzánk is. És kérdezik, hogy hát jó, oké, a terméket megértettük, jó, vannak-e tréningek? Mondom, persze, hogy vannak, de mondom, miért érdekel téged? Hát, hogy kell ezt a terméket eladni? Nem tudom, hogy most egyet értesz-e velem, ha egy terméket meg kell tanulni eladni, akkor nem biztos, hogy ez a termék kell valakinek. Igazabban, nem? Ki adja le neked a kenyeret? Most marketingezik az előtt, hogy eladja neked a kenyeret? Figyelj, egy kenyeret, mert ez hasznos, meg nem tudom én. Így áll tejet, mert attól jobb a fogad, vagy mi van? Egy jó terméket nem kell megtanulni, eladni. És nem
Nálunk nincsenek eladás technikai tréningek. Sőt, nem is lesznek. Hát de mire? Most ismersz valakit, aki nem használ gépet? Ismerni fog, mert biztos van egy nagymama, aki nem használ még, de most ő az a többség, ami körülötted van, vagy azért több ember használ. Most kérdezz meg, hogy figyelj, van egy géped? Igen. Szeretnéd, hogy a pénz hozna neked? Mit fog válaszolni? Nem? Vagy mit fog válaszolni? A legjobban szeretett, tudod mit? A szülinapokat, új éveket, karácsonyokat, húsvétokat, tudod mi? Mert akkor találkozol a barátokkal. És általában, amikor megpróbálják a jó kis házi pálinkát, mit gondolsz, miről beszélnek? Hát, hogy milyen nehéz az élet, mert most hát nézd meg, hogy mennyibe kerül egy euró, vagy mit tudom én, hitel svájci frank, te meg csak ülsz, azt teszel. Hát egy fél orvon rám néznek, hogy mi van? Jaj, semmi. Hát nem látod, hogy megnőtt a dollár? Dehogy nem, hát örülök neki az állam. Mi van? Hát, jaj, nem mondtam, én dollárba kapom a fizetést. Elnézést. De mi az, hogy dollárban van? Hát dollárban minden nap megjön. Minden nap megjön. Minden nap. Mit kell ezt csinálni? Á, nekem nem fog menni, egy gép kell hozzá. Na ez volt az eladás tréningem. Ugye? És nem számít, hogy ül veled szembe az asztalon, jobb oldal, bal oldal, recepció oldal, odaadó oldal, mindegy! Mert neki pénz kell! És vedd észre, hogy az, akit te félsz megszólítani, mert jó keres, annak kell a legjobban! Az lesz a legjobb vezetőd! De mit gondolsz, hol találtam én ezeket a vezetőket? Óvodában? Ők már elértek szinteket életben. Én tanulok tőlük. Hát olyan emberek vannak a csapatunkban, hogy égnek el a haja. Amikor mutatom be a vezetőségnek, akkor ők rá, hogy Istenem, mit is mondok? Ilyen cégtulajdonos, olyan cégtulajdonos, ilyen banktulajdonos, olyan banktulajdonos, 300 kilométer autópálya tulajdonos. És erre rá te ott ülsz és mondod, hogy hát ez nem fog menni, hát hogy? Ha én nem kapok egy pecsétes papírt, ez nem fog, nem fog működni. Van már cégben a garancia? Figyelj, a Volkswagennek volt. Nem fogod elhívni, de a kínai tőzsdének is volt. Sehol sincs. Volkswagen 73 milliárd euróra meg lesz büntetve. De milyen jó lett volna, ha Volkswagen-et kezdtünk, ugye? Hogy figyelj csak, partnerünk, de jó, megyek. Azt mi van? Barátai, nincsenek garanciák ebben a világban. Egy van. Ha imádkozol, akkor hozzá beszélsz. Én most meg szeretném kérni... Ó, de jó! Most meg szeretném kérni, Pilár, nekem van egy szlájdom. Egy nap az emberek hirtelen rájönnek, hogy nem kell úgy élniük, ahogy azt a mások megmondják. Alan Kipling. És ha ezt meg fogod érteni, és megengeded, hogy ez életed filozófiája legyen, így megváltozik az életed. Mert a mi agyunk, az ugyanolyan, mint a Winchester. Amit ráírsz, az fog rajta futni.
De a Winchesternek könnyebb dolga, mert tisztán papír. És mi döntjük el, hogy mit írunk rá. Ha már nem kell, kidobjuk, és veszünk egy újat. Na itt már egy picit nehezebb. Bár ott is ki lehet dobni, hidd el. Vannak erre tréningek, 6 napos afrikai túra, stb. Vagy azt választod, vagy elhiszed is most, amit mondani fogok. Most, amit ráírsz a Winchesteredre, úgy fogsz kelni mindenre. Az lesz a hónap végén, az lesz a pároddal, szüleiddel, gyerekeddel. Az lesz, amit ráírsz a Winchesteredre. És nekünk van egy program, amit ráírnak. Akarva akaratlan. Nem tudom, jártál-e iskolába. Egyetem. Igen? Na ott ráírják szépen a programot. Sőt, van még egy ilyen is, mint a szülői programírás. Már azok megmondják, hogy hogy kell. Most érnek, imádom a szüleimet, de ott egy régi szoftver fut. Képzeld el, hogy le kell doktorálnom közgazdászatból, 7 évig ott voltam az egyetemen, gondoltam, hogy jót teszek az emberek, aztán rájöttem, ha a partner vagy az egyetemista vagy az iskolás nem fizet azért, hogy te most neki tudást adsz, akkor azt a tudást nem tudja használni. Nincs ingyenes tudás. Ezért is megértettem akkor, hogy egy jó tréningért, egy jó tudásért fizetni kell. Ez most nem erről szól, hogy most hétvégén lesz egy AutoCAD tréning és 100 euró a belépő. Nem. Csak annyi, 200, igen. Csak annyi, hogy ezt meg kell értsed, hogy a tudás, ami ingyenes, azt nem tudod felhasználni. A tudást, ami megváltoztatja az életed, azt nem adják ingyen pedig. Ennyire egyszerű. Figyelj csak, milyen programot kaptam? Szoftver? Fiam, jó kell, hogy tanul az iskolába. Csupajdosok kell legyenek. Miért? Hát mert apucinak is az volt, anyucinak is az volt, nővéremnek is. Úgyhogy hát meg kell, hogy feleljenek. Oké, hát ezt elfogadtam itt tiszta lapból, hanem még üres volt a vincsi. Hát is végig tanultam, megkaptam szépen mindenből. 5-ös, jó tanuló voltam. Sőt, túlzás is volt, de jó. Aztán megjött az egyetem. És mondták a szüleim, hogy figyelj, ezt meg kell fejezni. Kitűnő kell lenni, fel legyél. A legjobb kell legyél, és ha ezt befejezed, kapsz egy jó munkahelyet, állást, fix jövedelmet, és ott van, majdnem ott van a paradicsom bejárat. És figyelj, ezt elhittem. És végig húztam az 5 évet. És képzeld el, hogy kimentem az életemből, és nem vált kint senki. Hogy figyelj, milyen jó, itt van egy állás, egy autó, itt egy lakás, ez mennyire szépen fiam dolgozik. Nehetek. Jó. Hát én a modellt már értettem, hogy suli, meg egyetem, oké, akkor ledoktorázok. Akkor biztos meg fog nyílni az ajtó, és akkor lesz egy állás, meg igen. Csak képzeld el, hogy ilyen 20 éves koromban, 24 éves koromban ilyen 100 eurónál többet nem. És volt egy jó állásom, egyetemi oktató. Sőt, öltönyben jártam, egy nyakkendőbe. Igaz, nem volt olasz, mint ez, de érted? Szépen néztem ki, szülők büszkék voltak rám. Csak így nem volt pénzem. Jó, megértettem, hogy akkor most el kell kezdenem üzletet csinálni, ugye? El is kezdtem. Sőt, még jó cégeim is voltak. Jó, volt egy 2008-as év, nem tudom, volt nálatok el. Minden szépen lenulázódott. Hát nem is lenulázódott, volt egy barát, egy hitelem is. Hát ingatlan osztunk. Jó üzlet volt. Oké, kell legyen egy modell, ami működik
Úgy is, hogy nincs mit tőled elvegyenek. És akkor az az ötlet, hogy network marketing. Ugye voltak cégek, mert vannak is cégek, természetesen, amik nagyon jól működtek, de én értettem azt, hogy ha egy működő cégben bemegyek, az már nem lesz újdonság, nem tud piacot robbantani. És elkezdtem keresni, kutatni egy céget, ami már a világban volt, de Ukrajnán még nem. És képzett, találtam. Találtam, ez egy Nuskin Enterprises cég volt, és elkezdtem. Elmentem szépen, azt hiszem Budapesten volt, egy rendezvény, találkoztam vezetőkkel, mondom, hogy figyeljetek, megnyitom nektek Ukrajnát. Rám néztek szépen. Milyen MLM múltal rendelkezel? Nulla. Ez hülye. Ilyen nincs. Hát itt hozzánk ilyen gyémántokat visznek találkozóra, meg ilyen vezetőket. Még itt megjött egy nullás, aki életben nem csinál, de azt meg megcsinálja. És képzeld, nem hitték el. Magyarországon a legnagyobb nuskines vezető azt mondta nekem, hogy Otokár, hát ne csináld ezt, gyere egy 5 év múlva. Mit gondolsz, feladtam? Hogy? Mondom, ki a szponzorod? Nézem, és el tudod ezt képzelni? A partner, aki odavitt a legnagyobb gurúhoz, majd összeesett. Hogy mertem én az embernek ilyet mondtam? Mondom, ki a szponzor, mert te nem érted, hogy miről beszélek. Azt mondja, hogy figyelj, 2 hónap múlva. Azt mondja, hogy lesz egy rendezvény, na ott lesz. Jó, elmentem a rendezvényre, kiváltam azt a 72 órás rendezvényt. A végén meg el ott látom, hogy figyelj, itt vagyok 3 napja, most már muszáj beszélnem vele. Azt mondta, hogy jó, van egy 10 perc. És képzeld, ott megvágtam. És mondta, hogy figyelj, oké, ezt is ezt meg kell, hogy csináljam. Itt az e-mail címet, amikor ez készen van, írjál fel. Na azt, amit nekem meg kell csinálni, az itt egy executive szint, csak a Nuskin marketingjében. Nem Nuskines executive, mint itt egy executive. Egy zárt piacon termék nélkül. Jó? Hát mit mondasz, feladtam? Megcsináltam. Szerintem ilyen 3 hónapra alatt már készen is volt. Mondtam, figyelj, itt van tovább. Szóval nekem, figyelj, 2015-re van betervezve a Ukrajna nyitása, várt ki. 2080-ban az utcán érted. Mi van? Jó, a lényeg az, hogy 2011-ben megnyitottuk Ukrajnát a Nuskinnek. Úgy, hogy nulla MLM. Múlt. És képzeld el, hogy éreztem azt, hogy amit a szlájdra írnak cégek, most nem a Nuskinnak, kifizetés, karrierszint kifizetés, karrierszint kifizetés, az hazugság. Egyetem a szintet, és nem mond az a fizetés. Mondom, ez hogy működik? Hát én azért jöttem, hogy ezt a szintet elérjem. Szóval persze, de hát az a maximális lehetséges fizetés, a mit tudom én, meg mi. Azt mondtam, hogy többet soha nem fogok emelkezni. Feladom. És ilyen 2-3 hónapra rá megkeresett egy cég, és ők felajánlották, hogy figyelj, csináld meg ugyanazt, mint ott csináltál, csak így jobban megfizetni. Nem hiszem el. De tudta, hogy mit csinál a vezető, mert azt mondta, hogy figyelj, ígérem neked ezt az összeget, egy hónap kemény munka után, és ha nem lesz meg, állom. Zsebemből megfizetem. Na, ez már motiváció volt. És képzeld el, hogy elkezdtem, és az első hónapomban kerestem 10.777 dollárt. Egy hónap alatt. És akkor eltört bennem valami. Hogy a networkből nem csak egy plusz pénzt lehet keresni, nem meg lehet élni belőle. És oda várjál. Ha én most felmondok a munkám, és csak erre koncentrálok, akkor több lesz. Mindhoz mit válaszolt? Persze.
kézzel elmondtam a nyitvány. Apám majdnem meg zöldült. Hát most, fiam, hát mit csinálsz te? Piramis? Tudod, nem ezt mondják neked? Mondom, te hogy piramis? Ez a legális üzletet fogom csinálni. Apu veszek egy autót. Házad, makás. Szóval, úristen. Nem tudtam megoldani ezt az ügyet. Ott van, elvittem amit egy rendezvényre. Tudom, nézd a nagyot. Megcsinálom, én is megcsinálom. De ez nem nekünk való. Hallottál már ilyet? Jó. Dehogy nem nekünk való. Persze nem. Nem duplázzuk. Hát én szem vagyok, mint ő. És képzeld el, hogy eljött egy idő, amikor abban a cégben 100% forgalomból 86 alattam volt. 86. Több mint 46 országban vendégelőadó. Hát ott azt hiszem, hogy innen soha semmi más. De az ember vagy olyan, hogy ő evolúcióban részt vesz. És amikor már elérsz egy szintet mentálisan, megérted, hogy nem csak a pénzért kell csinálni azt, ami az életed munkája, vagy az életed dolga, amit. És amikor felvázoltam a vezetőségnek azt, hogy mit én szeretnék változtatni a cégben, ugye meg tudtam magamnak engedni, hát egy 86%-os gondoltam, hogy megtudom, de nem. És váltanom kellett. Hirtelen szüklet az egész világ. Nem tudom, volt-e ilyen az életedben, éreztél-e ilyet. Mert már nem kell az. Kinőtted, nem tudsz. Nem. Kész. És ekkor kezdődött az, hogy elkezdtünk országról országra utazni, munkanélküli lettem. Oké, hogy volt egy kis pénzünk otthon, meg minden, de nem mentem sehol minden nap, érted? Hisztam egy 15 kilót szerintem, így kapásból. Az alkohol is túl finom kezdett lenni már, biztos ismerős is. Hát mit csinálják? Nem tudsz mit csinálni, nem jelenik meg más cég. És menjek egy 60 éves cégbe? Nem. Menjek el valakihez alsó vonalnak? Hát nem tudok én már alsó vonal lenni. És képzeld el, hogy akkor felhívott engem az Alex, hogy hát ő kapott egy ilyen rendelést, és kéne valaki, aki így fél szemmel megnézni a marketinget, amit írta, és nekem azt mondták, hogy te ezt meg tudod csinálni, hát hogy nézd át, légy szívesenek, és ennyi. Honnan találkoztunk. Tehát ugye az Alex úgy megtetszett, meg az, amit mondod, mondom, várjál, ez most arról szól, hogy minden gépben ott lesz egy ilyen program. Majdnem mondom, hogy Kairos van, csak még nem volt Kairos, hanem csak egy ötlet volt. Igen. Hát mondom, várjál, hát a világon 3,5 milliárd ember gépet használ. Szóval igen, jól látod. De várj, akkor kezdjük el. Azt mondja, nem azért hívtalak. Nézd át a marketing rendszert, azt viszont látásom, hogy megnyílik a cég, az hívunk, vagy valami. Mondom, jó. Megnéztem, és nem tetszett, amit láttam. Sőt, azt mondtam, hogy ez hülyeség. Több éves pályafutása, ez meg jó. Ez egy egyéves cégnek jó. Mert miért? Hát nem mondom, fel tudok ajánlani sokkal jobbat, hogy motiválóbb lesz, és azt kell, hogy a partner pénzt keresen, nem a cég. Várjál. De hát mi ezt megnéztünk 3-4 cégben, ez így működik, nagyon jó. Persze. Nem tudom, azok cégek már nem léteznek azóta. Egyébként, aki tudja, hogy miről beszélek, tudja, hogy miről beszélek. Hú, de jó hangzott. És képzeld el, én mondtam, hogy én írok egy klasszikus network marketinget, és biztos vagyok benne, hogy ez működni fog.
erre azt mondták, hogy figyelj, úgyis minimum egy fél év, meddig rendindul, írjál egyet, azt meg belenézünk. És én írtam egyet. Ilyen két hétre rá, vagy három óra talán, készen is volt, és ezt el is vittem a székben, de már ilyen prezentáció formán készültem. Prezentációkon leültettem mindenkit, mutattam meg stb. És erre azt mondták, hogy fú, ez jó. Ez jó is érti, hogy motiválja, de én írtam, hogy például ma lép be egy ember, nálam regisztrál, másfél ezer eurót, havi fizetéssel meg tudjuk győzni, hogy már csak káros csináljon. Nem? De. De. Ez úgy egyszerű, és nagyon jó, és nagyon átlátszó. És megérti az ember. Szóval jó, ezt megveszünk. Mennyit kérsz érte? Hú, minden odaadom. Hogy? Úgy, hogy én vagyok, én leszek az első a világban. Szerintem akkor még nem értették. Hogy ez mit is jelent, mert azért ők fizetik meg a mi fizetésemet, és valamikor itt csinálnak, hogy hú. De én azt mondtam, hogy akkor lehet profi egy marketing, amikor az, aki létrehozta, megél belőle. Nem? Mondom, ha én fizetést fogok kapni, akkor én hazudok a partnereimnek. Akkor nekik tetszett az ötlet, nem kellett pénzt kiadni. És akkor elkezdődött az, ami elkezdődött. És óriási büszkeséggel nézem most ezt a termet, úgy imádok titeket, és én érzem, hogy mit fog most kezdeni. Most mondok egy csúnyát, amit más üzletből hoztam át, hogy veled vagy nélküled, de én láttam már cégeket, meg ismertem cégeket, akik egy Budapestről rendezvény után havi milliárd dollárokat értek el. Havi milliárd dollárokat. És én mondtam Zsuzsáiknak, meg a vezetőknek, Pezinek, hogy ugyanezt érzem most Magyarországon. Nem iszom. Jól érzem magam. Ez tényleg azóta én nagyon sokat találkozok emberekkel, partnerekkel, és azt veszem észre, hogy mindenki, aki itt ül, meg aki nem, meg tudja ezt csinálni nagyon gyorsan. De nincs egy cél, ami miatt ezt megcsinálni. Nincs célod. Tudom, hogy azt mondom, de hogy nincs van. És most nem menj ki, most tényleg nem menj ki senki. Megkérném szépen a villanytechnikusokat, hogy kapcsolják le a fényeket, hangtechnikus. Ott nekem van két darab fájl, ha jól tudom, Gyula, van. És én szerintem, ha lenne cél, az a világ is igen kapcsolat. Ja, köszönöm. Akkor szerintem törjük szét, úgyse tudjuk használni. Ha van egy cél, ami mozgat, akkor fantasztikus eredményekre vagy képes. És nem tudom, hogy milyen szemmel nézel most rám, mint kire. Ne válaszolj, magadnak. Megengeded, hogy segítsek? Én azt szeretném nagyon, hogyha minden partnerem, ami már megvan, ami csak lesz, minden partnerem, az változtassa meg az életét.
éri el céljait. Éljen egy olyan életet, amiről eddig álmodott. De nekem ehhez szükségem lesz a segítségedre. Most a kamerák miatt én elköszönök tőle, viszont látásra találkozunk jövő alkalommal, kikapcsoljuk a kamerát. Ezt komolyan mondom, nem szoktam itt szemben. Ha valaki most ezt mobilra veszi, akkor ne vegye, hogy vette. Kezd el félni. Általában félni szoktak attól, amit nem tudják megmagyarázni, hogy most mire van ez. Megbízol bennem? Igen. Biztos? Igen. Általában nem fog zavarni se. Csak segíteni szeretnék. És most megkérlek, hogy a mai naptól kezdve senkire se hallgass. Csak magadra, és csak a célodra. Mert te jó ember vagy, magadnak nem fogsz átadni, nem is tudsz. Genetikai alap, nem tudsz. Ha egészséges vagy. Te jó ember vagy, és amit akarsz, az jó. Ezért ne engedd meg, hogy más mondja el, hogy ez most jó neked, vagy nem. Te érezni fogod az, ami jó neked. És érezni tudod azt, ami jó neked. Én most adok egy lökést, ha elfogadod a tied, ha nem a te döntésed. Kétszer csináltam ilyet életemben összesen. És mind a két alkalommal az egész terem havi több mint 10 000 dollárt kezdett keresni. Aki elfogadja. Kérném szépen az első fájl. Megbízom benne? Jó. Hangosabban. Csukd el a szemed, légy szíves. Tőj hátra, érezd magad jó, csukd el a szemed. Vegy el egy mély lélegzetet. Engedd ki. Még egy mély lélegzet. Miért vagy szomorú?
ezt nem érdemeljük, Apa. Te vagy a legjobb ember a világban. Te vagy a legszebb ember a világban. Mindent el tudsz élni. Nézd, milyen gyönyörű házad van. Nézd, milyen autód van. Milyen jó, hogy tudsz segíteni a gyerekeidnek. A szülőknek. Rokonoknak. Látod, nem aggódnak érted. Példakép lettél. Érezd magad jól. Elismernek a munkán. Barátaid vannak. Te csináltad a te életed. Now it's history. I play.